1231 milliárd forintot fordít terület- és településfejlesztési operatív programokra Magyarország a 2014-2020-as uniós ciklusban, közölte Olán Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára a program sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az ország keleti felében több területen is várhatóak fejlesztések a következő években. Megújulhatnak a bölcsödék, óvodák, iskolák, kerékpáros utak jöhetnek létre, illetve belterületi utak felújítását is fogjuk finanszírozni, illetve olyan tevékenységeket is, amelyek az önkormányzatnak munkahelyet teremtenek, illetve jövedelmet hoznak, így például ipari parkok, iparterületek fejlesztésére is lesz lehetőség a mi operatív programunkban. A támogatási összeg felére még idén, a másik felére pedig jövő évben lehet majd pályázni. Ezzel minden korábbinál gyorsabban végre tudják hajtani a fejlesztési programot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében ez az összeg mintegy 90 milliárd forint, közölte a megyei közgyűlés elnöke. Kedvezményezettek elsősorban települési önkormányzatok, civil szervezetek, illetve egyházi intézmények. Ezekhez a szervezetekhez is elsősorban gazdaságfejlesztésre szeretnénk, ilyen célrendszerrel szeretnénk ezeket a forrásokat eljuttatni, illetve hát így szól az integrált területi programunk. Persze a gazdaságfejlesztés nem önmagáért való. A gazdaságfejlesztés azért van, hogy az emberek életminőségét, jólétét, a családok biztonságát növelni tudjuk a munkahelyek révén, hiszen a megyében a legfontosabb feladat még mindig a munkahelyteremtés, illetve hát sok esetben már megfelelő munkaerő képzése, átképzése, továbbképzése, mentális felkészítése piaci munkahelyekre. A beruházásoknál a helyi közösségek igényeit próbálják majd összeegyeztetni a gazdasági fejlesztésekkel. A programban a magyar államkincstár szerepe az élő kapcsolatok kiépítése, a biztonságos és jogszabályok szerinti munka segítése. A Magyar Államkincstár megyei igazgatósága egyébként minden megyében egy jelentős feladatot kapott ebben a fejlesztési csomagban. Közreműködő szervezeti feladatokat láthatunk el. Mi büszkén vállaljuk ezt a feladatot természetesen, készültünk is rá, és úgy gondolom, hogy a 20 éve meglévő önkormányzati kapcsolatunk kellő alapot nyújt ahhoz, hogy ez gördülékenyen menjen. A korábbi ciklushoz képest közel háromszor akkora összeget fordíthat az ország gazdasági fejlesztésekre 2020-ig, az összes Európai Uniós forrás pedig 12 ezer milliárd forint. Az előző időszak sikeres volt Magyarország számára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 507 milliárd forintot sikerült felhasználni. 9029 milliárd forintot hívott le és használt fel és fizetett ki Magyarország. Ez azt jelenti, hogy az uniós tagállamok közül elsőként Magyarország használta fel 100%-ban a rendelkezésre álló uniós forrás keretét. Ezt most már nyugodtan nyugtázhatjuk. A sajtótájékoztatón elhangzott, az előző ciklus legsikeresebb pályázatai közé tartozik az M3-as autópálya továbbépítése, a Záhonyi vasútfejlesztés és a Beregi árvíztározó megépítése.